Pálinkás jó reggeltet kívánok mindenkinek. Kentauró vagyok. A mai napon három darab visszajátszást fogunk látni, ami az egyik, vagyis bocsánat, kettő Scorpionos lesz. Lehet, hogy külön fogom föltenni. Kettő a Scorpion G-vel, és egy a Schwarz Panzerrel. Ugye 8-as szintű német médium, ami a MUC-nak a fekete változata. De nem is húzom tovább az időt, nézzük is a meccset. Az első meccset személy szerint én játszottam le egyik ismerősömmel. A pálya az Ensk. Kaptunk egy TR9-es meccset. Hoppá. Gyorsan visszadobom. Az elején úgy gondoltuk, hogy kimegyünk jobb szélre a meccsorra, de butaságnak találtuk, mert senki nem jött ide konkrétan. Úgyhogy inkább mégiscsak elindultunk a másik irányba, vissza a városba. Közben fölspotoltak már egy Leopardot, illetve egy J-Panther 2-est, akik beálltak egy nagyon jó helyre. Kapásból meglátjuk az E50-et, szűkülünk előjük munkat, 5-65-öt kap is az E50. Belekóstoltunk egy igen picit. Közben T-44-ről pattan az E50. Nagyon pörgős volt maga ez a meccs, mivel ugye Scorpion az egy TD, és igazából nem kint, hanem... vagyis nem benne a városban, hanem kint kell használni, pedig nagyon szerencsésen betolatott elénk, úgyhogy azt a T-34-es nem tudtuk ellőni. Picit éreztem, hogy veszett itt a helyzet, mivel ha nem teszünk gyorsan valamit, akkor 1000%, hogy ezt a meccset bukjuk. Közben a 131 tracket lő csak, hál' Istennek. T-34 nem fog kijönni, ő elment onnan. Itt gondoltam azt, hogy jól van, ne lőjön el az arti, még tolatunk, és elindulok befele a városba. Meg kell fogni. Eddig egyet lőttünk csak, nem valami sok. Közben ugye a jobb oldalon az a két tank, ami elment oda, az át is ment az ellenség vonalain. És itt már kapásból látom, hogy ki fog jönni a Scorpion, és kap egy 4.91-et. Nem lőtt el. Jön egy Super Pershing. Gyer, be is töltünk, be is vagyunk töltve. Jaj, és ott a VZ. Akitől kapunk egyet, viszont mi nagyobbat adunk. Az jó trade volt. Közben a Super Pershing, illetve a Scorpion úgy gondolja, próbálkozik még egyszer. De Scorpionra nem fogok rálátni, és a Super Pershing oldalát bevisszük. 5-16 plusz gyújtás. Hát, szegény nem ismeri a poroltó fogalmat. Leégetünk róla egy jó 1100-at. A külső oldal az teljesen elveszett, már csak itt a városba tartjuk magunkat. Közben már 2600 sebzésnél vagyunk. Lőttünk 4-et, abból összejött több mint 2000 sebzés. Scorpion nem ránk néz, és kilőjük. Kiveszünk egy nagyon fontos ágyút a játékból. Tigris 2-re gondoltam, kimegyek még, de inkább nem. Mert igen, felém nézett a HP, meg ugye kellett. És a középső sort is csak szakasztársunk, illetve egy T-25/2 védi. Ami azért, na, hogy is mondjuk, nem a legszerencsésebb, bár az a T-44 tud szép dolgokat művelni. Conquerorunkat gyújtják, aki le is fog égni, így van. És itt valahogy éreztem, hogy a Super Pershing ki akar jönni. És nagy hülye módjára ki is jön, és oldalba vágjuk. Ugye ezt a 70-50 mm-t nem olyan nehéz belőni az oldalon. 3200 dimizsnél tartunk, ez 3700 VN8-at eredményezett, közben T-25/2 meghalt, úgyhogy Miroslav elindult beljebb, nagyszerűen. Itt gondolkoztam azon, hogy itt még le lehetne durrantani azt az AMX-30-at, de sajnos lekéstem róla, jön a J-Panther és már nagyon mellé lőttem, az nagyon elment mellé. A Black T-34 kilövi a Tigrist. T-34-est ugye ráesnek a tankok. Nem igazán tudtam velük mit kezdeni. És itt mondta, hogy menjek neki segíteni.
Panthernek még egyet adok oldalról. Egy 432-est, és itt ketten a Leóra, illetve a Super Pershinget lerendezzük. Ő kilövi a Super Pershinget. És meg akartam még lőni a Leót is, ő meg engem, de menet közben lekaptam. 2 versus 3-ban maradtunk. Egy AMX 30, ami 400 HP, és nekem egy lövés, egy Tigris 2, aki 1200 HP, és egy Arti, akit még nem, vagyis spotoltak, de nem igazán tudjuk, hogy hol van. És itt mondtam neki, hogy álljon meg ott, engedjük, hogy ráessenek, ugye igazából ő a prioritás, mert kevés a HP-ja. És ugye az AMX 30 egy lövéses. Őt én simán egy lövéssel ki tudom kapni. És a Tigris 2 nem a legjobb játékos, úgyhogy gondolkoztam azon, hogy lehet, hogy a seggébe jön. De mondjuk ő is tudja egy lövésezni, viszont én proxyból ki fogom spotolni, ha jön. De az AMX 30 még sehol sincs. Most jelenik meg. Jön. Azt gondoltam, hogy lesz olyan buta, hogy kijön itt. De szerintem tudta, hogy itt vagyok. És itt már oda szűkültem a sarokra, hogyha tovább jön ugye, és ki akar jönni, akkor kijön. Na, és akkor lelövöm. A végig igazából egy idegtépő játék volt, mivel senki nem tudta, hogy honnan jön. Bárki is. Nagyon sokáig csak várakozunk, hogy jön-e valami artilövés, Tigris 1-es vagy AMX 30 spotolódik-e, de semmi. És elgondolkoztam azon hirtelen, hogy a 30-nak megvan ahhoz a mobilitás, hogy megkerülje, úgyhogy lehet, hogy fordult. Ezért kinézek most ezen az oldalon, és ahogy kinézek, és vissza akarok jönni, spotolódik a Tigris, aki kap egy 525-öt. Miroslav belevágott egy 272-t az AMX 30-ba, viszont ráesett. Itt úgy gondoltam, hogy nem szabad szarozni. El kell rá indulni, kapok egyet az Artitól. És elnyomtam az előbb már a javítómat, úgyhogy nem igazán tudtam mit kezdeni. Így van. Nem érdekelt a Tigris, mert tudtam, hogy nem egy lövés ez. Átmegyek keresztbe. El is lőtt mögöttünk, viszont az AMX 30 sokkal veszélyesebb. Őt próbáltam először is fókuszolni, és ő tudja is, menekül. Nagyon jól. Kilátszott a tornya, ráhúzom, és 453 HP-ról egy lövéshez. Nagyon idegesített engem az a dolog, hogy tényleg, hogy egy lövéshezett. És az is, hogy vesztettük. Igazából most a csata eredményeket azokat láthatjátok, de nagyon örültem volna, ha ezt a meccset lehozzuk. Szép lett volna, nagyon. Igazából így is 4400 damage, első osztály, és 125.000-et kaptam ezzel a körrel. Ami nem olyan rossznak mondható. Ezen a szinten, mivel azért a 4400-at meg lehet lőni Scorpionnal, viszont még az idegesített, hogy nem tudom, hogy itt lőtt meg, vagy a tornyomat, de azért 450 HP-ról én csodálkoztam, hogy egy lövésezett, és miután kimentem, láttam, hogy 390-es alfája van. És hogy robbanóval ekkorát belém csap, azért picit furcsa volt. Minden esetre köszönöm a figyelmet, én Kentauro voltam, sziasztok!